Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. A 90-es évek eleje Japánban baromi érdekes időszak volt, és nem azért, amiért gondoljátok, mert hogy az adta nekünk az NSX-et, a Supra-t, meg mi egyebet. Azért volt ez egy roppant érdekes időszak, mert ugye a 80-as években fúvódott a japán gazdasági buborék. Mindenre volt pénz, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, egyszer majd kifejtjük egy külön anyagban bőven, hogy miért olyan érdekes. És a japán gyártók megcsináltak olyan dolgokat, megterveztek és kifejlesztettek olyan autókat, amiket csak drágán lehetett eladni, jellemzően más néven, mondjuk ugye Lexus. Na de, mire ezek az autók elkészültek, akár az EUNOS, akár az SVX, ez a gazdasági lufi kipukkadt. Tehát ott volt az eszméletlen pénzből megtervezett és viszonylag drágán gyártható autó, viszont mivel a gazdaság összeesett, senki sem vette meg őket. Ez lett a sorsa a két csodás japán luxuskupénak is. Azok a japán sportautók és luxusautók, amik már a legendává értek, egy kicsit elcsépeltek. Mindent elmondtunk róluk, a tuningról, a versenyzésről, a kényelemről, a luxusmárkákról. Tényleg, már néha egy kicsit én is tudom, pedig nagyon szeretem, mert ebben élek. Viszont most van olyan dolgot hoztunk, ami azért lett sokkal érdekesebb, mert igazából sosem ismerte őket semmi, mert sosem lettek sikeresek. Ez az EUNOS Cosmo és a Subaru SVX. A Lexus recept bejönni látszott, tehát hogy a Lexus, illetve a Toyota már bőven képes volt arra, hogy eszméletlen magas műszaki színvonalú, valóban kényelmes, valóban tényleg a kor színvonalán odaverős luxusautókat gyártson, de tudták, hogy ha ráraknak egy Toyota emblémát, akkor azt senki nem fogja megvenni, hiszen kivezett Toyotát. A 63 éves nagymamádnak van egy korollája. Miért vennél autót 30 millióért Toyota emblémával? Úgyhogy a japán gyártók szép sorban elkezdtek luxusmárkákat kitalálni maguknak, hogy a komoly műszaki tudásukat olyan logók mögé tegyék, amikért az emberek pénzt is adnak, hiszen nem kötik össze fejben unalmas tepsi szedánokkal. Na most a Mazda olyan szinten rácsúszott erre a dologra, hogy hazai piacon egyből három luxusmárkát is kitalált magának. Ugye volt az EUNOS. Az EUNOS volt a sportosan jól vezethető, mondjuk azt, hogy luxusautó, tehát például egy BMW. Aztán volt az EFINI. Az EFINI volt a féktelen kényelem és urizálós luxus, valamint volt az Autozam, ami hát az átlagemberek megbízható stabil kis autója. Ez itt egy EUNOS Cosmo, egy majdnem 5 méteres vankelmotoros túrakupé, tulajdonképpen tökéletes vonalakkal, egy nagy utazó kupénak így kell kinéznie. Ez pedig itt egy Subaru SVX. Ugye a Subaru az az a gyártó, amit Európában leginkább a rally pályákról ismerünk. Ezzel szemben Amerikában a Subaru, az az átlagemberek megbízható, olcsó, mindig beinduló, kényelmes utazóautója. De a Subaru azt mondta, hogy ők elég ismertek, és a fiasztjuk elég menő ahhoz, hogy ne kelljen luxusmárkát kitalálni maguknak, így ezt az autót világszerte Subaru néven forgalmazták, kivéve úgy Japánban, ahol ez egy Subaru Alcyon SVX volt. Na de, mind a két autót azért hoztuk ide, mert nagyon hasonló a történetük. Mind a két gyártó elszakadt attól, amiben jó, és megpróbált valami nagyon egyedit, nagyon emlékezeteset alkotni, mind a kettőnek eszméletlen kretén és egyszerre csodálatos műszaki megoldásai vannak, és mind a kettő akkora bukás volt, mint a jugoszláv űrprogram. Nagyon bízom benne, hogy a vágóképek visszaadják, de ez igazából a tökéletes arányú autó. Van neki egy nagyon-nagyon hosszú gépház teteje, van a nagy motorra utaló prémium gép, ami kamu, van egy nagyon lapos szélvédő, egy nagyon alacsony tetővonal, és egy olyan C-oszlop, ami egyszerre jellegzetes, hangsúlyos és kicsit más, meg ahogy ez a lökhárító itt véget ér. Komolyan, ennél az autónál érezni azt, hogy a japán formakultúra túllépett az európain. Tehát itt már nem mondjuk azt, mint mondjuk az első Lexus LS-nél, hogy hát igen, de azért látjuk benne a Mercit. Nem, ebben... Hát, az elejében be lehet látni a Renault Lagunát, de azért egy kicsit hamarabb volt ez az autó, mint a Laguna. Talán itt is egy kicsit érezzük a második Ford Scorpiót, de ezektől eltekintve ez egy annyira különleges, annyira jó arányú és annyira szemnek szép tárgy, hogy
talán nem is olyan baj, hogy az a Vankel motor olyan gyakran szeretett elromlani, mert amikor döglötten áll, akkor is egy elképesztően jól kinéző dolog, és ennek az autónak van ez a metál lila fényezés, egy sötét lila fényezés, sok-sok csillámmal, ugye ez egy japán belpiacos autó. Tehát nem Mazda embléma van hátul, vagy Eunos embléma van hátul, mert Japánban a típusnak van emblémája, nem a márkának. Ez itt a Kozma embléma a Vankel logóval, mert hogy ez egy két tárcsás Vankel, de amiért igazán érdekes nekünk ez az autó, hogy ebből volt három tárcsás Vankel is, 20B, 2000 köbcenti, gondolj bele, egy két literes három tárcsás Vankel, ami a világ egyetlen három tárcsás utcai autója volt, és ez volt az első autó, amin szekvenciális biturbó volt, tehát hogy két turbó váltott egymás között. Ha nem számoljuk a 959-es Porsche-t, de a 959-es Porsche-t elég ritka lehetett szalomban megvenni, szóval az volt a nulladik, ez meg az első. Beszélgettünk róla, hogy átverés a Premium Gap. Ugye azt már sokszor megbeszéltük, hogy a Premium Gap arra utal, hogy az autónkban egy nagy, hosszú motor van, gazdag hézag, ott a sárvédő és az ajtó között. Hát ebben az autóban minden van, csak nem nagy a motor. Ugyanis ez itt a 13B RL Vankel, szekvenciális biturbo, ezt mondjuk ismerhetjük az RX-7 FD3S-ből, ugye a bukólámpás utolsó gömbölyű RX-7-ből, de azt látni kell, hogy ez a motor nincs betolva a tűzfalba, de itt már vége van. Tehát nagyon-nagyon pici, és előtte még van nagyjából 80-90 centi autó, ahol nincs semmi, csak hűtőcsatorna, intercooler, stb. És nyilván ez nem egy az egyben az RX-7 motorja, mert egy picit átdolgozták, nagyobbak a szívó oldali portok, hogy nyomatékosabb legyen alul, hiszen ez egy luxus autó, nem lehet folyton üvegelni, mint a templomablakot, és a turbók is egy egész kicsit máshogy működnek. Ugye ez egy szekvenciális biturbó rendszer, először felpörgeti az egyiket, aztán vált a másikra, aztán már csak a nagy turbó dolgozik. Ezt egy rémesen komplikált vákumrendszer működteti, ami nagyon szeret elromlani, és egy rémálom rendbe szedni is. Ezen az autó most, ami pont működik, tök jól megy, szépen indul hidegen-melegen, de így is megeszik azért ilyen 15-20 liter körül. Ami egy kicsit szívfájdalmam, hogy ez az autó ez nem a 20B, nem a 3 rotoros Vankel motor. Mindkettő ilyen 280 lóerőt vallanak be, de hát tudjuk, hogy ez akkoriban Japánban, hogy volt a nagy, a háromrotoros, biztos, hogy több mint 300 lóerős, azon is ez a rémesen komplikált vákumos turbós rendszer van, de igazából ez nem a sportosságról szólt, már csak azért sem, mert egy klasszikus négysebességes olajkavargatós automata váltó van mögötte. Brutálisak a tornyok, ebben az autóban egy BC Racing futómű van, ami szerintem elvesz a karakteréből, mert ezzel puhán finoman kell utazni. Hát ezzel most tök jól fordul, meg ilyenek, meg nagyon direkt a kormánya, csak éppen az autónak a grandturizálós lényegét öli meg. Amúgy nem tudom, mennyire gyönyörű ez a motortér, mennyire egybe van minden, mennyire nincs semmi elporladva, és a kedvenc részletem, hogy a szívósorba bele dombor nyomták a motornak a gyári kódját. Eszméletlen jól néz ki. Beszélnünk kell az autós GPS-ekről. Ma már tök magától értetődő, sokan nem is használják amúgy, mert csak rádugják a CarPlay-t, viszont ez régen azért nem volt ilyen egyértelmű. Nem tudom, hogy megvan-e, mikori az első autóba épített GPS. Le fogsz döbbenni, 1930. Ez tulajdonképpen többfajta térképtekercs volt, amit teljességtől függően berakhattál az autódba, és a kilométer-óra spirál a megtett távolság fényében mindig oda pörgette, ahol vagy. Nyilván meglehetősen korlátozottak a lehetőségek, de biztos, hogy jobb annál, mint amikor ülsz, aztán forgatod azt a hatalmas papírt ott a kezedben, és próbálod megtudni, hogy merre mész. Az első, már valóban elektronikus helyzet meghatározó rendszer, az a Honda Accordnak az 1981-es kiadásában volt. Ezt gyrokrátornak hívták, egy ilyen nagyon furcsa amorf eszköz volt, ami hát tulajdonképpen úgy működött, hogy ilyen áttetsző papírlapokat kellett berakni, nem is papír, áttetsző műanyaglapokat kellett berakni ebbe az egységbe, az autó mérte a távolságot, figyelte a kormánymozdulatokat, és egy kis pöttyel elhelyezte, hogy az adott térképlapon mi hol vagyunk. Na, utána még 87-ben a Toyota bepatintott egyet a Crown Saloonba, ez már valóban színes kijelzős vezérelhető cucc volt, de hát nyilván ez a publikum számára nagy tételben nem elérhető autó. Na de, az első valódi GPS-szel működő, a pozíciónkat ténylegesen kiháromszögelő GPS az ebben az autóban volt, az Eunos Cosmo-ban 1990-ben egy CRT monitoron futott, és az a
szomorú tény, hogy ebben az autóban, ez egy sportváltozat, nem a luxusváltozat, a legtöbb érdekes extrát sajnos nem tudom megmutatni. Volt az autóban itt egy CRT kijelző, állítólag beszéltem egy tulajjal, akinek van, azt mondta, hogy meglehetősen jó a felbontása a mai napig, ez egy valódi színes kijelző, és érintőképernyős volt, de nem ez a műkörmös kocogtatós, hanem tök finoman működött. Úgy csinálták meg, hogy a kijelző előtt volt egy lemez, amire infravörös hálót vetítettek, ezt ugye az emberi szem nem látja, olyan, mint a tévétávirányító, és voltak rajta szegmensek, sok. És amikor az ujjunkkal oda nyúltunk, akkor a számítógép tudta, hogy mi most melyik szegmensre nyúlunk rá, hogy ez az adott kijelzőn éppen melyik funkció, és ez alapján tudott működni. Most egyik sem működik már. A GPS a megjelenésekor sem tudott jól működni, hiszen a környező infrastruktúra, a japán GPS lefedettsége nem volt megfelelő a stabil működéshez. Mire meglett a lefedettség, addigra viszont előre lépett a szabványos technológia, ezért nem tudott működni. Már a GPS maga. Viszont a CRT is szeretett megdögleni, hiszen a sor kimenete egész egyszerűen elpusztul, állítólag pótolhatatlan, a Mazdától lehet komplett modulokat venni embertelen pénzért, mert még maradt raktáron, úgyhogy aki belevág egy ilyen CRT-s EUNOS felújításba, az elég meredek dolgot vállal. Hát a vankáblogos rácok éppen csinálnak egyet, abban minden benne van, majd bízom benne, hogy egyszer azt is megmutathatjuk. Abba érdemes belegondolni, hogy ez az autó 1990-ben jelent meg. Tehát mi volt 90-ben? Mondjuk volt 126-os merci. Képzeld el, hogy mondjuk egy C126, tehát a 126-os kupé mellé odaállítasz egy ilyennel, abba ott tekergetik a Becker rádiót, ebben meg tévé van, GPS van, most hagyjuk, hogy milyen, de a törekvés nagyon komolyan megvolt. Szóval megcsinálták. Nagyon érdekes amúgy a műszerfal, nagyon szépen derengenek a műszerek, egy ilyen érdekes, hát fél digitális megoldás van a műszerezettségnek, átlagsebességet és távolságot lát az utas is, valószínűleg a térképolvasás miatt tud neki segíteni a navigációban. Az ajtó egy kicsit olyan, mint amilyen később a 211-es Mercedesben volt, hogy a műszerfal tulajdonképpen itt folytatódik az ajtóban egy ilyen végtelen ívet képezve, sőt, hátul az üléseket integrálták a kaszniba, tehát hogy teljesen körbefut minket ez az ív. Nagyon érdekes amúgy vezetni, mert széles a kaszni, tehát az A-oszlop egy arasszal beljebb van, mint az autónak a széle, ezért amikor az ember vezet, nem ott van az A-oszlop, ahol megszokta, tehát hogy 15 centivel tőlünk jobbra, hanem így kvázi beleérek kézzel. Nagyon közelre hozták, ez egy picit amúgy zavaró is, de maga a grandturizálós élmény ezzel a nagyon letisztult beltérrel tökre megvan, és ilyen kis szép a bőr, a kasznival megegyező lidacérnával varták meg. És ez itt a szerényebb fabetét, de van egy másik szilfagyökér betét, amit egy Lyon melletti erdőből válogattak az autóhoz. Hát ez biztos nagyon jól hangzott a prospektusban. Mostanra azért állítok, ezeket is nagyon nehéz pótolni. Ez itt egy jó állapotú autó, rendben vannak az ülések, nincs szétülve, de még azért lesz vele egy kicsi munka, főleg a visszaalakítás. Az autó amúgy egy önálló platform, bár vannak benne alkatrészek Seddos 9-ből, 929-ből, tehát a nagytepsi Mazdákból, fékfutóműelemek hasonlók. Az az érdekes, hogy a 20B, tehát a nagyobbik motoros, az mint egy régi Jaguar hátul dupla gátlókat kapott, és sok szempontból amúgy, ha valaki mindenképpen ilyet akar, akkor érdemes a széria végi 20B-kre rámenni, mert egész egyszerűen tartósabb, jobb motorok. Ugye ezeket az autókat behangolták ilyen alacsony fordulatú nyomatékleadásra, és a 20B motor az majdhogy nem teljes turbónyomást kap már 1500-től, emiatt hajlamos széttekerni a saját főtengelyét, ezt később amúgy javították. 350 Nm a nyomatéka 1500-től, de 3000-től stabilan megvan a 410. Az egy másfél tonnás kasztiban nehogy már ne legyen elég. Van benne egy viszkósper, de ez az autó igazából nem arról szól, valószínűleg csak azért tették bele, hogy csúszós felületen ne egy láb azon azért el lehessen beleindulni. Az a legnagyobb királyság ebben az EUNOS-ban, hogy már megint egy olyan autót vezetek, amiről még csak azt se gondoltam, hogy valaha látom majd élőben, nem, hogy vezetni fogom. De most ez a sportfutómű, ami az alatt az autó alatt van, egyértelműen elvesz belőle. Tehát tényleg egy 4,8 méteres kredencel, hiába turbó, hiába van kell, én nem sportolni akarok, én utazni akarok, és ezt egy kicsit csorbítja a futómű. És tényleg nagyon furcsa vezetni azzal, hogy ennyire kiültetnek minket az autó szélére, tehát hogy az A-oszlop nem mellettünk van, hanem a vállunk vonalában van. Egyfelől itt nem azt mondom, hogy kisebb a holtér, de máshol van a holtér, jobb a kilátás valamennyivel.
de hát úgyis mindegy az egész, hiszen az ember arra figyel oda, hogy nehogy baj legyen abból, hogy rossz oldalon ül. Illetve hát nem rossz oldalon ül, máshol ül, mert ez jobb kormányosabb elpiac miatt. Viszont akármennyire is nyomatékszegénynek gondoljuk a vankelt, akármennyire is azt érezzük, hogy nem való egy ilyen autóba azért, ha meglépjük, tényleg szépen elindul nyomatékból. Tehát, hogy ez az autó, ez menni akart. 1500-1600 kiló a kor mércéjével nehéz, ma már annyira nem. És amúgy az van, ez egy Mazda, szokták mondani, a japán Alfa Romeo, hogy amikor így megmozdítom a kormányt, eszméletlenül gyorsabb a reakciói. Nyilván ehhez az is hozzátesz, hogy alattok nem a már emlegetett sportfutómű, meg, hogy ennyire peres gumikat kapott, ami hát nem nagyon áll jól ennek az autónak, mert tényleg sokat elvesz a komfortból. Biztos vagyok benne, hogyha visszakapná a gyári futóművét a gyári kerekekkel, akkor teljesen szépen puhán mozogna, akkor is maradna benne egy ilyen közvetlen kormány, csak nem reagálna ennyire gyorsan. Nem annyira kényelmes autó, mint az SVX. Egy kicsit talán a szélza is nagyobb benne, de ez az autó, ez megint arról szól, hogy a kütyű, hogy az az eszméletlen mennyiségű műszaki fejlesztés, ami ehhez az autóhoz tartozott, az adja el, azt teszi különlegessé. Mert lehet róla sok rosszat mondani, mert nagyon sok technikai újítás nem jött be, nem valósult meg, vagy nem úgy valósult meg, de ez tényleg egy űrhajó lehetett a maga korában, és nem csak azért, ahogy kinéz, hanem azért is, ahogy mozgott. Japán autó illata van, 90-es évekbeli Mazda illata van, és összességében kultúrtörténetileg, technika történetileg egy roppant érdekes autó, és akárcsak az SVX néhány megoldása mostanra már egyszerűen megmosolyogtató. Tehát akkoriban nem voltak támpontok. Talán gyorsabb volt a technikai fejlődés az autóiparban, mint ma. Jobban követték egymást a trendek. Egész egyszerűen nem lehetett tudni, hogy majd hol kötnek ki. Egy kicsit sajnálom, hogy ez a Vankel-SD a kútba esett, mert én személyesen nagyon vonzódom a kretén műszaki megoldásokhoz, és tök jó lenne, hogyha ma lehetne venni nagy testű Mazda kupét 3 rotoros turbomotorral. De hát a világ nem erre tart. Vehetünk CX-30-at a Vankel-S Range Extenderrel, ami it's something, de legalább ebben a formában megmaradt a Vankel. Az SVX-nél is nagyjából az volt a helyzet, mint az EUNOS-nál, tehát a megbízható mindenféle Leonokból, Legacy-kból, Imprezákból, a Subaru jól megszedte magát pénzzel a 90-es évek legelejére, és akar durrantani valami nagyot. Hát, ez lett az SVX. Giorgetto Giugiaro pedig önmagától lopott, egy pár évvel korábbi Oldsmobile Inca tanulmányautót álmodta tovább az SVX-ben. Az autó legjellegzetesebb része, a legnagyobb frankóság az egészben, hogy üvegből van körbe. Tehát miből szokták megcsinálni a B-oszlopot? Lemezből. Na, itt az üveg. Sőt, annyira üvegből van, hogy még az üvegben is van egy kis üveg. Tényleg, ez itt nem megy le, amikor leengedjük az ablakot, amolyan versenyautósan ez az elem tűnik el. Igazából ez az autó kevésbé extrém, mint az EUNOS, de a maga módján, tehát ahogy a japános szögletes életszemlélet találkozik Giugiaro bácsi extrém megoldásaival, igazából végtelenül karakteres. Tehát, hogyha egyszer látsz egy ilyen autót, azért nem nehéz elfelejteni. A hátuljában egy picit látni az öregebb nagy szedán alfákat, a 164-est és hasonlókat, nem meglepő módon ahhoz is köze van az olaszoknak, de ettől eltekintve ez az autó megint hasonlóan az EUNOS-hoz egy kicsit túllépett a japán formakultúrán, és már nem nagyon hasonlít semmire. Szeretném megmutatni a Subaru addigi legnagyobb boxermotorját. Ez itt egy 3,3 literes 6-hengeres, ugye a Tribeca érkezéséig tényleg ez volt a legnagyobb löketérfogató Subaru boxer. Nincs különösebben kihegyezve. 230 lóerő, 310 pár Nm, és hát nem is erről szól az autó, ezt sejthetjük abból, hogy van mögötte megint egy négygangos, olajkavargatós automataváltó. Természetesen összkerékhajtású, ám kapásból kétféle volt hozzá célországtól függően, itt nyilván az összkerékhajtás ugye adott, itt a nyomatékosztásában volt különbség. Érthetetlen módon nem mentek az eladások, ezért pár év után bedobtak egy elsőkerékhajtású változatot. Nyilván ez egy olcsóbb megoldás volt akkoriban, és létrejött egy ilyen nagyon furcsa hajtásképlet, hogy hosszába áll egy dög nagy boxermotor, arra hátrafele kiáll egy váltó,
váltó, de csak a két első kereket hajtja. Tehát mint mondjuk egy régi boxer alfa nagyjából. Az SVX bukása talán egy kicsit borítékolható volt, hiszen az emberek egy Subaruért nem akarták kifizetni egy német prémium autó árát. Egész egyszerűen, mert kialakult a Subaru-ról egy kép, hogy az a megbízható átlag emberek megbízható autója. Tehát miért adnék érte 10 000 dollárral többet, mint az akkori legdrágább Subaru? És hát a Subaru évi 10 000 autóval számolt, hogy ebből el kéne pattintani egy évben 10 000 darabot, hát mindössze 5 évig gyártották, 91-től 96-ig, ugye 90 volt a bemutatott, a 91 az első modellév, mindegy. 91-től 96-ig gyártották, és 5 év alatt mindössze 24 000 ment el, tehát kevesebb, mint a fele a tervezett mennyiségnek. A Subaru minden darabon 3 000 dollárt bukott, és a teljes SVX projekt az egy 75 milliós mínuszt csinált a Fuji Heavy Industriesnek, ez ugye a Subarunak az anyacége. Ettől függetlenül a korabeli szaksajtó méltatta az autót, hogy finoman fut, hogy csendes, hogyha elkezdik cibálni, akkor azért egész ügyesen mozog. Csak hát úgy látszik, hogy autót eladni már akkor is brenddel lehetett, sztorival lehetett, nem pedig a magas színvonalú műszaki tartalommal. Ha nem tudnám, hogy egy 90-es évekbeli japán autóban ülök, akkor is tudnám, hogy egy 90-es évekbeli japán autóban ülök. És ennek oka az ív. Nézzétek meg az Eunost, nézzétek meg a Toyota Suprát, meg itt most az SVX is valahogy. A tervezők nagyon rá voltak csúszva erre a repülős dologra, mondjuk a Subaru repülős múltjából kiindulva ez nem egészen indokolatlan, és egy olyan belteret akartak, ami így körbeöleli az autót, ebből aztán később trend lett tényleg E39, V211, mindegyiknek így szépen nyílt tovább az ajtója a műszerfalba. Ami nagyon különleges ebben a belsőben, alkantara. Ez egy nagyon-nagyon jó gag, hogy itt nem műanyag van, nem fa van, nem zongorolag van, hanem alkantara, és fura módon, ahol mindig könyököl a sofőr, meg ahol ráfog, meg ilyenek, ott sincs kifényesedve, hanem még mindig szép, így 30 év után is. Ellenben annak az embernek érdekelne a lelki világa, kéne neki egy jó pszichológus, aki befúrta a archaizáló Blaupunkt GPS vezérlőt az alkantarába. És először befúrta ide, majd úgy érezte, hogy ez itt nincs jó helyen, majd két keresztornyos csavarral átfúrta ide. Hát mekkora barbár állatnak kell ehhez lenni, hogy az autó legszebb részét, az alkantara kárpitot kifúrt. Amúgy játszanék szívem szerint ezzel a GPS-szel, tök jó ez a tyúkbeles távirányító, és be van állítva úti célnak a Bern Bundeshaus, tehát a tanácsháza, mert érdekelne, hogy mikor frissítették utoljára, mert lehet, hogy oda megyünk, és egy McDonald's van a helyén. Amúgy meglehetősen egyértelmű a kezelés, van ülésfűtés, és van előttünk egy tök jó, jól látható műszerfal. De ami mégis nagyon jó az autóban, az a végtelen körbeláthatóság. Tehát, hogy a legtöbb kupéban egy hatalmas C-oszlop takarja a kilátást, hát ebben nem. Ebben annyi a C-oszlop, mint az A-oszlop. És ami viszont zavaró, az ez. Ez egy kicsit olyan, mint amikor a modern BMW-knek a dupla üveges oldalablakát leengeded, és van benne egy ilyen sáv. Ez nem tudnám megmondani, hogy miért, mert annyira veszélyesen nagyot nem takar, de egész egyszerűen az ember oldalra néz, és ez benne van a látóterében. Amúgy meg, amikor leengedjük az oldalablakot, és itt van ez a szélvédő, az meg tök poén, mert egy ilyen ad valamiféle szélvédelmet, de még sincs ott az oldalablak, olyan, mint régen voltak ezek az elefántfülek. Úgyhogy igazából tényleg a kényelem tök rendben van, és ebben az autóban sem az általános jósága, hiszen ez egy elég félrement konstrukció, hogy eléggé félrement ötlet volt, hanem a történeti jelleg az igazán érdekes, hogy a Subaru meg így képzelte el a luxusautót és a jövőt. Amikor az emberek ránéznek az SVX-re, sokan gondolják azt, hogy ez egy sportautó, hiszen lapos, csak két ajtaja van, ék alakú az egész, nagyon tényleg az egész, mintha arra lenne kitalálva, hogy hasítsa a levegőt, pedig messze nem. Akkoriban az 1,6 tonnájával amúgy nehéznek számított, nyilván ma már egy ilyen motorizáltságú autó ritka lenne 2 tonna alatt, meg hát ezzel a 4-gangos váltóval azért nem is annyira rángatja az istránkot. Ami ezzel az autóval jó, az megint az utazás. Egy viszonylag kényelmes ülésben ülünk, rátesszük így a tempomatot 120-ra, 130-ra, aztán megyünk kifelé a világból. Nagyon-nagyon simán jár, nagyon szépen fut, ez egy puhafutóműves autó, a sportosságnak a gyanúját is igyekeztek tőle távol tartani. Tényleg, amikor így belengetem, nem érzem azt, hogy instabil lesz,
csak azt, hogy a négy kerék az úton van, de lehet, hogy a tükör le fog érni, mert hogy billen. De nem is baj, főleg ezeken a jó magyar utakon. A korlenyomatságát bírom ezeknek az autóknak, hogy egy, tulajdonképpen egy sosem volt kornak a lenyomatai. Mármint ezek az autók, az Eunos és az SVX is valamennyire a jövőt akarta megmutatni, csak aztán az a jövő sosem jött el. Lehet, hogyha meg lett volna a vásárlóerő ezeknek az autóknak az eltartásához, akkor másképp lett volna. Képzeld el, hogyha nem áll földbe az Eunos vagy az SVX, és ezek a gyártók az ott megtermelt profitból és hírnévből tudnak tovább fejlődni a Wankel motorjaikkal, a nagy 6-hengeres boxerekkel, hogy hol tartanának ezek az autók ma. Most az a baj, hogy a történelemben nincs olyan, hogy ha. Jók ezek a gondolatkísérletek, de ami még jobb, beleülni egy ilyen autóba, és kipróbálni azt, hogy mi volt Japán víziója a luxus Grand Turizálásról. Oké, hogy egy ilyen lusta négygangos váltó, de amikor az ember belesimít a gázba. Van itt erő. Van itt boxer hang. És még mindig puhán vált, még mindig finom. Elképzelhető, hogy a 230 lóerőből egy 30-40 eltűnik itt a váltóban. Tehát van még bőven. Kinek hiányzik ez? Nem fogja visszafújni a szél az emelkedőn. Közben meg az amúgy kényelmes beltérben lehet tehénkedni. Érdekes élmény. Biztos vagyok benne, hogy az itt Attilánál kipróbált autók közül messze nem ezt vinném haza. De gyerekkoromban mindig ott sétálgattam Esztergomban a Bástya parkolóban, ahol mindig parkolt egy ilyen SVX, és mindig úgy néztem rá, hogy de mi ez az UFO? És ezek a gyerekkori emlékek, ezek mélyre verik a gyökerüket, és most végre itt vagyok benne, és ki lehet próbálni. És még csak azt sem mondom, hogy csalódtam, mert nagyjából erre számítottam. Egy kényelmes utazókupé, amiben azért van egy kis csavar. Egyrészt az érdekes kaszni megoldás, meg hát 6-hengeres boxert összkerékhajtással sem kínál mindenki. Most meg ellibegek itt a naplementében.